Sziasztok! Jó reggelt, pontosabban. Még reggel van, hajni musztalat le a boltba. Hoz nekem valami reggelit, majd felvágottakat, meg kenyeret, meg ilyeneket. Gondoltam, megmutatom itt a reggeli, mindennapos rutinomat, hogy indul a nap, hogy miket csinálok, milyen paraméterezéseket csinálok, amit megszoktam már a kórházból csinálni kell. Hát először is a súlymérés szokott lenni. Azt gyors meg itt csinálom. Ahhoz van ez a kis okos mérleg. Jó. Egy pillanat. Az észrevettem ezt a mérleget, mert ennek nem kell fölírnom, hogy... Na. Milyen nehéz vagyok, hanem van itt a applikáció, ami szépen így méri, meg is van. Te megcsinálja szépen, hogy mennyi víz van benne, mennyi, hogy hívják, a testzsír arány milyen, stb. Szóval ez meg is volt, ha minden igaz. Ennyi, végén nagyjából, szóval semmi ördöngőség nincsen benne. Mindjárt is rakom, vagy majd elrakom a végem. Ezt ott ide lerakom. Valahogy, értelmesen. Így. Jó. A másik dolog, ami szokott lenni, ha folyamatosan csinálok, ezzel viszont kicsit döltök, amiket még csinálok, mert csinálni kell, egyik a vérnyomásmérés, másik a testhő, ezt be is rakom. Ezeknek meg kell lennie, és ezen kívül van a remek sok gyógyszerem, ezt mindjárt tudom, milyen, mekkora mennyiség, közben ezt is felrakom magamra. Csak közelebb jövök, hogy fel tudjam támasztani a kezem. Na, a gyógyszerekből most ezeket szedem, van benne a sejtcsök, mi az? A sejtosztódás gátló, vérnyomás csökkentő, herpezin, ilyen vírusölő, szumetrolin, az antibiotikum, meg van még, ez a kék, az pedig kálium a szívemre, szerintem, vagy pontosan nem tudom, mire kell azt szedni, de szedem. Vérnyomás az jónak tűnik. 112/75, 104-es pulzussal, mondjuk most beszéltem közben, valószínűleg a pulzus amiatt is volt magasabb, de hát ennyi az ennyi. Jó, és akkor jönnek a gyógyszerek szépen sorba, ezt úgy szoktam, hogy kiborít csak a reggeli gyógyszereimet. A kis tálkába, és akkor elkezdem bevenni őket. Csak ugye egyszerűen nem tudom mindent bevenni, mert rohadt sok lenne, meg egyébként egyszerűen nem tudok lenyelni. Ez meg volt a hő is. Hő is tökély. Nem tudom, hogy ráfókuszál a kamera. 35,6. Szóval ez is rendben van. Ebből is jó lenne egyébként egy olyan lázmérő, mivel az applikációval el tudnám menni. Ja igen, az applikációt akartam még, hogy el tudnám menni az applikáció. Szóval megmutatom majd egyszer jobban ezt az egészet, de a lényege az, hogy itt szépen mutatja napra visszamenőleg, hogy mennyi volt a súlyom, meg a víz, mennyi volt a testembe, meg mennyi testzsírarány, csontsúly, izomtömeg, meg mindent is szépen fölméreget. Ezt majd meg fogom nektek mutatni, de egyébként eléggé jó és hasznos, nem kell felirogatnom sehova. Hőt meg azért nem írom föl most egyenlőre, mert nem olyan változik, szóval ez a 36 körül van szinte folyamatosan. Szóval ebben most azért nagy változások nekem nincsenek. De jó lenne, hogyha lenne ilyen lázmérő is, ami az applikációba elmenti. Elméletileg van ilyen lázmérő ehhez a programhoz, viszont Magyarországon egy nem lehet kapni, meg a magyar régió, vagy európai régióban nem tudom hozzárendelni az applikációhoz, én meg ilyen kínai, vagy amerikai, vagy ilyen
szervet nem akarok használni, csak azért, mert a lázmérő meglegyen. Na, gyógyszerek, kezdjük káliummal. Tembe jöhetnek a barna okosságok. Herpezin meg a vérnyomás csökkentő. Ez már nehezebben ment. Nekem minél több gyógyszert szerek, de annál nehezebben tudom őket bevenni. És így van a szumetrolin. Még most nem is szerek sokat, most ezek az alapgyógyszereim. De volt idő, mikor nagyon sokat kellett szednem. Hát, őt majd visszahívom. Szóval nagyon sokat kellett szednem különböző gyógyszereket, de most csak ez van. Az alapgyógyszeren szedem kell. Akkor kellett legtöbbet szednem, mikor a második ciklus volt, akkor volt. Fú, ezek a tizenvalány, azt mutattam is nektek, tizenvalány gyógyszert szedtem akkor nagyon sokat. És egy szemet pontosabban, nem különböző, hanem annyi szemet szedtem. Jó. Na szóval, ez is megvolt. Most valami nem sokára visszaér, akkor megreggelizek. Meg szoktam kajálni azért vagy gyógyszerbevétel előtt, és akkor utána úgy szoktam a gyógyszereket bevenni, vagy rögtön utána azért kajálok. Ne kezdjék a gyomrom, még én észrevettem, hogy nem kikezdi, hanem vagy én beszélem magamnak, hogy kikezdi a gyomromat. Vagy nem tudom, de mindig, amikor bevettem kaja nélkül, akkor tudod, hogy hasonlítsa meg utána. Szóval most inkább azért ezekre figyelek, és akkor próbálok azért kajálni, és úgy bevenni a gyógyszereket, hogy ezzel se legyen azért probléma, és ezekkel is azért rendben legyünk teljesen. Közben a mosásra járt, majd mindjárt kiteregetünk, vagy kiteregetek, vagy rődlelik idegedegén gyors, hogy akkor az meglegyen. Hajni mindjárt hazaér, megreggelizek, utána akkor majd folytatom a videózást. Mai napra, amit terveztem, az lenne, hogy elmondanám, hogy kemó után a testem elé változások, vagy milyen változások voltak a testemben, vagy testemben így kemó után, ami mindig kitartanak. Szóval erről szeretnék majd egy kicsit beszélni, hogy hogyan változottak meg a kezelés alatt a dolgok, hogyan ingáltatok el a súlyom, stb. Ilyen dolgok. Szerintem ezek hasznosak lehetnek, akárkinek amúgy, de aki pont benne van ebben az egész betegségben, vagy hasonló betegségben, pláne, hogy hasznosak lehetnek ezek a dolgok. Jó, akkor majd innen folytatom akkor tovább, majd reggeli, meg minden után. Na, sziasztok addig is. Na, közben a reggeli meg is készült. Kis szokásos kaját fogom enni, mert ezeket ehetem végül is sima zaskós kenyér, ami zaskóba van csinálva, egy kis tejával, uborka, paprika, tepertő, sajt, meg ilyen pik párizsi. Nagyjából így ezeket tudom enni, vagy szoktam enni szinte mindig reggelire. Így akkor ezekkel azért el lehet így lenni. Na, ezeket gyors betolom, megkajálok, megemésztem, és hát tényleg jön akkor a következő videó rész, ami tényleg a kemú utáni változásokról, testen lévő változásokról, vagy nálam milyen változások voltak, ról fog majd szólni. Okés? Na szóval meg is volt a reggeli. Nagyon emésztettem, inkább hallottam a felvételről, legyen minél hamarabb meg a videó, és felbírja nektek tölteni, hogy ne ilyen késő délután kerüljön föl, így is hiszem lesz, vagy 2-3 óra, amíg föl tudom tölteni, meg megvágni, rendelem után föltölteni, és mostanában tudod, az eléggé hülyén szokta ezeket kezelni, és és 2-3 órán keresztül készült egy videó, míg végre fölbírtam töltenem. Na. Akkor miről szerettem volna beszélni, tényleg a kemónak ugye a rám néző hatásai mik voltak, hogy voltak. Hát kezdeném azzal, amikor az első ciklusnál akkor mik voltak. Hát első ciklusnál nagyon úgy
Hát, szinte ott nem nagyon volt, mert hát ott, amit mondtak mellékhatás, mert én nem vettem észre, hogy ez a vesém az eléggé rendesen kapta az ívet. De arra kapva a vízhajtókat, meg minden, szóval ürítette ki fel belőle a lebomló rákos sejteket. Szóval ott inkább a vesém volt, ami egy kicsit így, ebből így megsínylette a dolgot, de alapvetően magam nem vettem észre semmit. Ami előjött, nem, bocsánat, de hát ami előjött, a fogyás, ahhoz ott elkezdtem fogyni. Hát 92 kilón kerültem, de 92-93 kilón kerültem, ezt már mondtam nektek. Ott nagyon gyorsan elkezdtem fogyni. Én naponta 1-2 kilót dobáltam le magamról. Lementem ilyen 5-6 körülre. Ott úgy nagyjából megálltam, de ingázott a súlya, mindig egy 2 kiló le, 2 kiló föl, 2 kiló le, 2 kiló föl, szóval így ingázott így napközben a súlyom, de itt ilyen 85 kiló körülre lefogytam. Ott nem is bírtam a végén enni, azt tudjátok, mert akkor volt a gyomrommal ez a probléma, hogy a refluxom előjött, és akkor a kajálás nem nagyon ment, ezért tápszereket ettem, sok lúgos vizet ittam, ott azokon éltem, ott fogytam sokat. Utána hazajöttem, akkor itt már az itthon bírtam kajálni, de próbáltam direkt úgy kajálni, hogy mini, nem nehezebb kajákat, de testes kajákat elég direkt, hogy jutassak be a szervezetbe minél több fehérjét, szénhidrátot, akkor ettem azt a nagy tál sajtos tejfölös tésztát, meg ilyeneket, hogy ne veszítsek nagyon a súlyomban. Ez úgy néz ki, hogy be is jött akkor, amikor visszakerültem a második, akkor azértem két napra, akkor visszakerültem a második ciklusomra. Ott, ami elejére bírtam kaján, ami meg volt még ez a refluxos szarságom, de mindig, már utána elkezdtek adni akkor a gyógyszerek, utána elkezdtem ugye normálisan kajálni, akkor elkezdtem megint visszahízni, akkor ilyen 88 kiló körül visszamentem, vagy elkezdték adni a kemót, akkor megint elkezdtem fogyni, és én ott kezdtem el videózni. Ott megnézitek azokat a videókat, sokkal vékonyabb az arcom, vagy a fénykép, akár itt a borítóképen is sokkal vékonyabb az arcom, le voltam fogyva, akkor lementem ilyen 80 kiló körülire, körülbelül, ilyen satperköbere mondom, ilyen 80 kiló körülre. Ott a mellékhatás, ami jelentkezett nálam, ott hát két dolog, hát három dolog, hát csak... Hát egyszer volt, ami előjött a aranyeles problémám, még az régen is volt, de csak előhozta a kemó megint. Nagyon száradt a bőröm, főleg a kezeim. A kezem, a karom, a talpam irdatlanul száradt. Azt folyamatosan kenegettem különböző testápolókkal, meg ilyenekkel. Viszketés meg ilyesmi nem volt, csak ez a rohadt száradás, meg a szám száradt nagyon. Arra is volt egy ilyen, olyan, mint a szőlőzsír, az hasonló, csak ez ilyen nem levendula, hanem basszus, nem teszem be a neve, hogy mi az a... Nagyon eszembe jut, nem meg... Na mindegy. Cuccomel kentem a számat, a kajálással nem volt probléma, főleg a végén, mikor elkezdtem már egyébként kaját rendelni, akkor elkezdtem visszahízni, mert a kórházikhoz azt mondtam, hogy nem azért, mert hogy rossz lett volna, mondjuk jónak sem mondanám, hogy egy átlagosnak mondanám, már untam, és nem bírtam belőle többet kajálni, főleg meg voltak a rossz emlékek abban az időszakban, amikor nem bírtam kajálni. És ahogy megéreztem az a műanyag tálnak a szagát, már attól rosszul voltam, ezért a kajarendelés ment erőteljesen, azért az nagyon sokat dobott rajtam, hogy nem fogytam le, és normális kajákat tudtam enni. Hétvégén meg mindig hoztam nekem frissítani főtt kaját. Jó, akkor voltak ez az aranyeles, akkor volt ez a kétszáradás, meg egyszer volt, hogy berázasodtam egy napra. Az amiatt volt, mert az egyik bélbaktérium, mint én normális esetben mindenkinek van a szervezetében, nekem is van, mivel a aplázias időszakban önnél voltak védekező sejtjém, ezek elszaporodtak a szervezetembe, azért egy napra berázasodtam tőlük,
és ennyi, szóval ez voltam így mellékhatásra gyakorlott. Alvázavaraim meg ilyenek nem voltak, tudtam mindig aludni, pihenni. Amikor az elején voltak tüneteim, az izzadások, meg ezek a dolgok, azok megszűntek, az még az első kezelés során megszűntek. Mondom, inkább ez a fogyás-hízás dolog volt, ami rossz volt, vagy nem hiszem, hogy jót tette a szeretemnek. És el is értünk a másik ciklus végére. Szóval ott ezek voltak, utána hazajöttem egy hétre, akkor megint kajáltam, akkor megint fölhíztam ilyen 85-86 kilós körül mentem vissza a kórházba, hát egy hétig voltam itthon, és utána egy utolsó 20 napos etapom, ott végig kaját rendeltem, írtatlan sokat ettem folyamatosan, hiába kaptam a kemót, én folyamatos mélyes voltam, nagyon-nagyon-nagyon sokat ettem. Bődületes mennyiségeket meg tudtam enni egy nap kaját, ez meg is látszott, megint, hogy látjátok a videókat, na ott viszont már nem, hogy vékony arcom volt, hanem elkezdett így kikerekedni, mint most is van. Elkezdtem nagyon sok zsírt felszedni, ami igen, mai napig tart. Ezért láttátok is, hogy 88 kiló vagyok, ahogy itthon vagyok. Nagyon-nagyon-nagyon elkezdtem hízni. Odabent, ami volt a 30 ciklus alatt mellékhatás, a bőrszárazság az elmúlt, az teljesen. Eleinte nem is volt semmilyen mellékhatásom a kemónak, viszont ahogy a kemó leállt, és eltelt egy hét, azért tudjátok, hogy a legtöbb videón azért van valamilyen szakálla, meg látjátok, hogy nő a hajam, meg stb. Hát most konkrétan egy hete borotválkoztam, egy hete vágtam le a hajam, és olyan, mint a Brüsszel elvágott. Ennek két oka is van, egyik, hogy irodalom elkezdett hullani a szakállam, az ki is hullott teljesen odabent. Szóval olyan teljesen, hogy ilyen 70%-ig kihullott. Most is hullik egyébként még mindig ez a kis borosta is, ami növekszik, viszont nem is nő olyan ütembe, a hajam sem nő, vagy nő növeget, igen, így mondom, de nem nő olyan jól, mint előtte nőtt. Szemöldököm ritkult nagyon meg, mert ezért jó, sűrű volt a szemöldököm. Akkor melkasomról a szőr, hónajból, hasról, onnan is nagy része kihullott. Szóval nekem most volt ez a szőrzet elvesztős időszak. A hajam az nem hullott, búcsom, az annyi nem nő. A hajam az nem hullott, viszont ezek a szőrzetek lábamról egy foltba például kihullott. De hát ez vele jár a kemóval, szóval ezzel tisztában voltam, majd vissza fog nőni. Ilyen részletet például még néztem, és amikor tusoltam és megdörzsöltem itt vízzel a arcom, akkor hullott továbbra is ez a borosta cucc. Szóval ez volt, szóval ez a hízás, hogy meghíztam. Kilóra egyébként sokkal könnyebb vagyok, mint voltam a betegségem előtt. Majd rakok be egy képet, hogy nagyjából hogy néztem ki betegség előtt. Jóval jobb fizikumban voltam, mint most, szóval most tökre vannak vékonyodva a karjaim, lábaim, viszont könnyebb vagyok, hát majdnem 7 kiló, hát igen, majdnem 7 kilóval vagyok könnyebb, mint betegségem előtt, tudom, ilyen 94-95 kiló körül voltam betegségem előtt, most vagyok 88, szóval teljesen más testzsírarányjal rendelkeztem, szóval hasam az nem volt, nem is tudom, mikor volt utána ilyen nagy hasam. Szóval meg ilyen tokám, meg ilyen kerek fejem konkrétan, hogy jól lakott óvadás olyan vagyok most jelen pillanatban. Annyira talán nem is bánom ezt a dolgot, hogy hízok is, vagy tettem föl zsírt, mert bent a boxban azért nem olyan fogok kajálni, és jobb lenne, ha nem a saját fehérjémet bontanám most már tovább, hanem azért elkezdeném a saját zsíromat is oda bontani, amit így nagyobb esély van, kvázi most több zsírra rendelkezek, mint szintem izommal. Fogok még abból is továbbiakba is veszíteni, az biztos, de viszont van zsír, amit tudok majd lebontani, mert tud energiát a szervezetemnek. Arra azért figyelek, hogy azért durván ne hízlak el, szóval kicsit vissza fogom fogni egy szénhidrát bevitelt, de a boxra biztosan csak fogok fogyni. A box után meg mindenféleképpen, amikor itthon vagyok, valamiféle testmozgás, egy itthoni tornát fogok csinálni, hogy az izmaim ne épüljenek teljesen, meg valamilyen szinten azért formában tudjam magamat tartani, mert azért a 100 napon keresztül benni majd a szobába, azért az úgy majd hosszú lesz. Ja, igen, másik, ami jelentkezett a 30 ciklus után,
mellékhatásképpen nagyon száraz az arcom. Nekem mindig alatt, hogy egy zsíros arcom volt, vagy zsírosabb arcom volt, vagy nedvesebb, hogy mondjam másképp, most nagyon szárad, azért most kelegetem is egy krémmel, ami segít rajtam, hámlik is még az arcom. Hát ezek azok a változások, amik nagyjából szerintem majdnem mindenki, vagy szerintem mindenkinél jelentkeznek, de lekopogom, hál' Istennek. Az ilyen nagyon durva mellékhatások, amikről hallottam, vagy mondták, hogy jelentkezhetnek, nem jelentkeztek egy ciklus alatt se. Hány égerem például egyáltalán nem volt. Hasmenés az minimálisan volt, de mondom, a sok esetben amiatt volt, hogy a gyógyszert hamarabb bevettem, mint ettem volna, vagy összeittam simán. Reggel megittam egy majdnem fél liter tejet reggelire, és mondjuk rá pár órára elkezdem narancslézni. Szóval általában ezek okozták szerintem a dolgot. Egyszer-kétszer volt, de nem volt ilyen, hogy több napon keresztül tartó mondjuk gyomor vagy bélpanaszim lettek volna. De mondjuk hány inger, hányás az egyáltalán nem volt, azt szeretném is, hogy ne legyen, mert azt nagyon rosszul viselem a hányást, meg az ilyeneket. Szóval bízok benne, hogy bent a boxba is utolsó nagy dózisú kembóna és a csontvelő vérsejtek beépülésénél se fog jelentkezni drasztikus hányás vagy hány inger, ebben nagyon bízok. Hát mik voltak még, amiről hallottam? Hát mi volt a szívpanaszok, az például nekem nem volt, az tök jó volt arra, az volt egy időszak, amikor minden nap EKG-ztak, azok rendben voltak. Vérnyomásom az helyreállt. Például azt a kezelések során, meg mi kapom rá a vérnyomás csökkent, az ott van beállva ez a vérnyomáson kb. Erre a szintre, mint amit most mutattam is nektek. Jó, még a púzusom az alacsony szokott lenni, 85-9 szokott lenni, most azért beszéltem, akkor az magasabb volt, de egyébként ez normalizálódott. Hát mik vannak még? Hát a belső szerveim elvileg nincs probléma, hát bízok benne, amikor nem is érzek panaszt rá. A mindennapi dolgok, széklet, vízelés, a többi, ezek rendben vagyok, azóta is hőmérséklet, lázam, hőemelkedésem nincs, mióta itthon vagyok, és most végül itthon 9 napja, ezzel sincsen probléma, így mondom, hogy megmaradt ez a hullás még, hogy hullaik a szakállam, a hízás, vagy híztam, vagy ez nem tudom, hogy kell mondani a mellékhatása, vagy amiatt a fogyás az annak a mellékhatás, annak is a mellékhatása, az is a ágyban fekvésre tett szinten teljesen nem tett jó, de egyáltalán a izmaimnak is, amiatt azt abban nagyon sokat veszélyedtem. Most meg azért hízok, mert azért itthon vagyok, nem nagyon mozgok, azért itthon azért teszek, veszek, mozgok, de azért nem úgy, mint régen. És enni viszont nagyon sokat eszek. Tényleg bődöltös, most is bődöltös mindenséget tudok megenni. Étvágyam jó. Szerintem többet eszek, mint régen ettem a betegségem előtt. Szóval nagyon sokat eszek. Ma már azért mondta kell majd figyelnem, hogy elvizzak, vagy valami, és akkor miatt is mondjuk esetleg problémát okozzak magamnak. De ez a bőrszárasság, de hál' Istennek nincs olyan nagy probléma. Mondom, de csak rám igaz másoknak. Tudok olyan embereket, nagyon megviselt a kembó, irdatlanul szarul van tőle, ismeretségi körömben is van olyan, aki volt kemoterápiás kezelése más betegség miatt, és VUK-átta az egészet. Mindenkire másképp hat. Ami nagyon fontos, hogy lelkiekben azért készüljünk ezekre föl, és dolgozzuk föl, hogy igen, ezek lehetnek. És ne keseredjünk el azon, hogyha jelentkeznek tünetek, mert jelentkezniük kell. Valamilyen tünet mindenkinél fog jelentkezni. Félni szabad. Én is félek sok mindentől. Én is félek a transzplanttól például. Én is félek a haláltól. Szóval, de ez tök természetes. De az, hogyha ráparázunk és folyamatosan csak ezen kattogunk és még fogozzuk is ezáltal a tüneteket, annak semmi értelme. Hanem kicsit ezen nyugodtabban kell ezeket fölfogni a dolgokat. Végig kell gondolni, hogy ha ezzel jelentkeznek, mit fog csinálni mindig, ha jelentkeznek új tünetek, bármi kiütés, láz, stb. Bármi, orvosnak azonnal szólni, nővérnek azonnal szólni, tudják, hogy mit kell olyankor tenni. Például nekem, amikor egyszer bekékült a hasam, sokáig hasba kértem a sejserkentő injekciót, mikor a vállaim már ki voltak, mert alapból válva adták, de már fájtak a vállaim, ez a másik ciklusnál volt, az azért
Majdnem két héten keresztül kaptam folyamatosan a injekciókat este. Hasba kértem egy időbe az injekciót, és akkor bekékült. Rögtön szóltam, nem is szóltam, te szóltam, hogy is volt. Jöttek, hogy akkor injekciót adjanak, akkor pont felhúztam a panom, mi ez a kék volt alsóban, és mondottam a nővérnek, mondja, hogy ne aggódjam, mert valószínűleg elpattadt egy ér, ahogy ugye hajszál ér, hogy adták az előző nap az injekciókat, jó. Pont utána jött az éjszakai orvos vizitre, vagy ügyeletes orvos, esti ügyeletes orvos, ő is megnézte, írta ki nekem kenőcsöt, azzal kenegettem, hogy majdnem megvan ilyen sebekre, meg ilyen bekékülésekre való kenőcs, ami segít felszívódni, azzal kenegettem egy-két napig, és szépen lehet látni, hogy szépen felszívódik. Ez a dolog annyi, hogy lassabban ment, mert a sejtszám alacsony volt, azért lassabban mennek az ilyen gyógyulások olyankor. De mindenről szólni kell, és nem eltitkolni. Hallottam olyan sztorikat, hogy valaki titkolták azt, hogy berázasodtak, vagy hogy hűemelkedésük van, semmi értelme. A saját életünkkel játszunk olyankor, vagy a saját testi épségünkkel játszunk, hanem is teljesen az életünkkel. Mindenről szólni kell, és kész. Szóval én például mindenről szóltam. Ezt egyszer mondta, és a doki imádja a panaszaimat, de így, hogy mondjam, így jó indulatból mondta, hogy én mindenről szólok. Mert az a biztos, mindent szólunk, mindent higgadt fejjel, nyugodtan kezelünk, nekem is voltak azért kiborulások, nekem is voltak, rápörögtem dolgokra, és elkezdtem nagyon túl gondolni, de akkor mindig egy pillanatra meg kell állni, mély levegő, és végig kell gondolni, mi van, és segítséget kell kérni ezekben a dolgokban, amiket így magunktól úgy tudunk így alapvetően megoldani. Jó. Hát, szerintem ennyi lenne ez a mai videó, így a kemú utáni testváltozásokról, vagy mellékhatásokról, amik engem értek. Összességében ezek voltak, vagy bennem ezek maradtak meg. Biztos, hogy voltak, hát a vérképenben egyértelműen látszottak, hogy azért a kemú hat dolgozik, stb. De azokban én nem éreztem effektíve semmit. Ami esetleg még volt, hát mondjuk az egyik, voltak ízületi, meg csontfájdalmam, vagy inkább ízületi, vagy nem tudom, hogy csont, vagy ízületi fájdalom volt-e. Na, ez is a másfél ciklusnál jelentkezett, mikor a csontverőt írtották ki belőlem. Egyszer volt egy pár napig a nyakam az nagyon begémberedett. Reggel fölkeltem, nem volt semmi, viszont napközben alig bírtam kiegyenesedni tőle. Esetleg még ez nem tudom, hogy a kemóhoz volt, vagy egyszerűen csak a lefekvéstől. A másik meg az, hogy egyik pillanatra a másikra el kellett fájni itt a karom. Vagy az inkább szépen csontfájdalom lehetett, az valószínűleg a csontvelőnek a... És a kemónak a csontvelőre gyakorolt hatása volt, akkor az fájt. Nem kértem rá akkor fájdalomcsillapítót, mert nem is akartam túltolni a fájdalomcsillapítókat, inkább a igazán nagy fájdalmakra tartogattam. Ez olyan volt, mint... A legjobban arra emlékeztetett, mikor kiskoromban, még fájt a lábam, a karom, mikor így nagyon gyorsan elkezdtem nőni. Ahhoz tudom hasonlítani a fájdalmat. Ezért úgy voltam, hogy akkor se kértem fájdalomcsillapítót, akkor most se fogok rá kérni. De persze szóltam róla, hogy van egy ilyen, mondták, hogy figyeljen, hogyha úgy van, akkor persze kérnék rá fájdalomcsillapítót. Ez volt. Más, nem. Harmadik ciklusnál volt egy idő, mikor a hátam fáj, hogy a derekam elkezdett kicsit fájni, ez inkább a lumbálásnak volt betudható. Lumbálás után fáj, meg kicsit most nehezebben ment akkor a lumbálás. De effektíve... Más ilyen, ami nagyon-nagyon megragadt volna bennem, vagy nagyon megszenvedtem volna, így nem maradt meg. Ami szar volt, az tényleg az a refluxom. Az nem esett jól, például folyamatosan égett a gyomorra, folyamatosan éreztem a torkomba, meg akkor tényleg... Jó, ki lehetett bírni egy hetet, remélem tovább nem lesz ilyen hosszú. Ja, meg tényleg egy hét ujjat a szembe, meg a nyálkahártyám volt a harmadik ciklusnál, hogy... kisebesedett, nem is sebesedett ki, hanem olyan volt, mint mondtam nektek, hogy forró vizet ittam volna, és az egészet leforráztam volna, és egy héten keresztül. Nem tudom, hogy ez mekkora mértékű volt, hogy mennyire drasztikus, tudom, hogy a bossba is lesz ilyen.
ott ilyen kisebb esedéseket, meg ilyeneket mondanak, de nem tudom, hogy ez most ennél mennyivel lesz durvább, vagy lejegyzze lesz egyenértékű, nem tudom. Én enni fájdalmasan, de bírtam tőle. Annyi sokat öblögettem, sok vizet ittam, és egy hét volt nagyjából, hogy átvészeljem. De ezt láthatok is a videóban, hogy közben beszélni is nehezebben tudtam. Szerintem ez volt a legrosszabb, ez a nyálkahártyás, meg a reflux, ez a kettő. A többi az olyan elviselhető volt, vagy észre vettem, hogy nagyon jelentkezne más tünet. Jó. Szerintem erről így ennyit, remélem azért tudtam ezzel segíteni. Mondom, én például gyomorra a lúgos vizet ittam, az tök jól használt, a nyálkahártyára a aloe vera, az volt a számomra is kellemben. Azt használtam sprébe a nyálkahártyámra is, azok segítettek minden esetre, a sok öblögetés segített, meg azt, hogy betartottam minden ilyen dolgot, amit az orvosom mondott, a gyógyszert is beszedtem. Ez egy alap szerintem, ami aki mindenkinek mennie kéne, és azt is tudom, hogy sok ember ezt se igazán tartja be. Ezekre figyeltem, meg mindenről szóltam még időben az elején, hogy valami kezd lenni, és akkor már időben tudták kezelni esetleg, és akkor lehet, hogy miatt nem alakult ki drasztikusabb mellékhatás. Vagy valami. Például a tüdőgombát még egyébként nem kaptam el, vagy nem szaporodtak el. Egyébként a bélbaktérium dolog volt, ami elszaporodott. Jó. Akkor ezekről ennyit. Hogyha van kérdés, akkor a videó alá tegyétek föl, akár Facebookon, vagy akár itt YouTube-on is majd. És megpróbálnak válaszolni, hogyha nem tértem ki valamire, vagy ha valamiről jobban szeretnétek hallani, akkor jobban tudok persze beszélni. Jó, hát mai nap is, hát itthon vagyok, ma egyedül, ma annyi elment dolgozni. A videó összevágását tervezem, azt mindenféleképpen megcsinálom, azt föltöltöm most. Hát várom, hogy hívjanak a kórházból, vagy várom, hogy hívjanak pontosabban a transplantról, hogy akkor most merre tovább, hány méter. Holnap bemegyek a kórházba, bemegyek kontrollra. Hát rá fogok azért most kérdezni egy-két dologról, hogy akkor mi az Isten, vagy mi fog történni, mert az utolsó információm az volt, hogy 14-én kell visszafeküdnem a kórházba, hát az jövő étked. És addig ebben vizsgálatokat kéne, hogy végezzenek rajtam. Nem tudom. Az a baj, hogy ez a ünnepek már nagyon bekavartak ilyen szempontból, mert hogy is volt? Tehát karácsony előtt telt le a ciklusom, akkor a héten, amiket tudod a doki nekem megtudott információkat, 23-án még találkoztam a saját orvosommal, utána végül is nem találkoztam vele, mert jött a 24-e karácsony, a két ünnep közt mindenki Szabin volt, vagy pihenő nap volt, akkor én 27-én hazajöttem, oda voltam két kontrollon, de a doktornő, akihez most járok kontrollra, mert ő csinál szakrendelést, nem tudta ezeket, hát nem tudom, hogy valaki tudom, hogy megtudom ezeket a dolgokat. És akkor már kiderül, hogy merre tovább. Szóval holnap szerintem egy izgalmasabb videó lesz ilyen szempontból, hogy akkor merre fogunk tovább indulni, vagy merre fogjuk tovább csinálni a dolgokat. Izgalmasan várom én is, pláne nővérem is, mert azért neki is jól, nem akkor telefonálnának oda, hogy holnap utazzon föl Budapestre, és akkor csinálj neki meg a nem tudom, valamilyen gyógyszeres kezelés, neki is azért otthon van keresztlányom, dolgozik, ő is, azért neki is az idő, míg azért megold egy-két dolgot, hogy tudjon jönni. Szóval ez a tök természetes emberi dolog, hogy attól, hogy beteg vagyok, egy nem állt meg az élet mások számára, ahogy nekem se. Szóval ezek fontos dolgok. És még eszembe jutott közben egy mellékhatás, a zsibbadás, az új, meg a kézúj, meg a lábúj zsibbadáson, csak most egy kicsit érzem, hogy zsibbad. Ez már ott a legelején jelentkezett, a legelső ciklusom ötönök is van. Ez lehet, hogy egyszer el fog múlni, azt mondta az orvos, de egyébként amiatt is van ez, majd változott a keringésem azért a testemben, és akkor ezzel miatt van meg. Na, csak hozzátéve a többi. Szóval elég össze-vissza lett az a rész, hogy milyen mellékhatásaim voltak, vagy vannak. De mondom, ha van kérdés, akkor ezeket tegyétek fel akkor egy YouTube-on, vagy a poszt alá, majd Facebookon, vagy hol ki van, hol
kivárok, hogy találkoztak a poszttal. Jó. Köszönöm szépen, hogy ezt a videót is megnéztétek. Bízok benne, hogy tudtam érdekességeket mondani, vagy segítséget nyújtani, akinek szüksége van rá. Vagy csak egyszerűen, aki érdekelte, hogy hogyan néznek egy-két dolog, akkor kapott bővebb információt erről, vagy belelátást ezekbe a dolgokba. Ha úgy gondoljátok, hogy van értelme, hogy csinálok, iratkozzatok fel a csatornára, látogassátok meg a Facebook és Instagram oldalamat is, ott is találtok esetleg olyan tartalmi érdeklapot, és nyugodtan csatlakozzatok, iratkozzatok föl. Ott kicsit más a tartalmak szoktak lenni, mindig YouTube-on. És ennyi. Szóval, még egyszer köszönöm szépen. Két szót ismerek mindig és soha. Küzdeni mindig, feladni soha. Sziasztok!